A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves televíziónézők! Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. És ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Adi Endre a Tűz csiholója című versében fogalmazott így. Azt hiszem, nem is tudnánk jobban megfogalmazni, hogy a most színpadra álló fiatalok mennyire fontos értéket képviselnek. Bátrak, színpadra állnak, és a magyar költészettel, a versekkel foglalkoznak. Immár 13. alkalommal lehetünk együtt a fehérvári versünnepen. A döntő során 12-en lépnek a színpadra. A zsűri tagjait már is bemutatjuk önöknek. A zsűri elnöke a Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész, Kubik Anna. A zsűri tagjai Závodszky Noémi színművész, a Vörös Marti Színház tagja. Farkas Eszter pedagógus a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében. Bobori Zoltán költő, író, előadó művész, a Vörös Marti Társaság elnöke. Valamint a Fehérvár Média Centrum képviseletében Vakler Lajos, Penna Régia díjas újságíró. A 13. fehérvári versünnep fővédnökei Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök és Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Felkérem Székesfehérvár város polgármesterét, dr. Cserpalkovics András polgármester urat, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Kedves hölgyeim és uraim, nagy tisztelet és szeretettel közöttök mindenkit itt Városházánk dísztermében. Jelentem, hogy a tavasz Székesfehérváron a mai nap elkezdődik. Nem az időjárásra alapozom ezt, hanem Keller János művész úrral egy műsorban szoktunk közösen szerepelni, és ott egyszer megvallotta, hogy számára itt a székesfehérvári kulturális életben és közösségi életben a tavasz az mindig a versünneppel kezdődik. És azt hiszem, hogy több szempontból is igaza van. Hiszen, hogyha megnézzük a tavaszi rendezvényeit a városnak, akkor az első igazán meghatározó közösségi élményt a versünnep fiataljai adják nekünk, és szerencsére mondhatjuk most már, hogy mozgalmi jelleggel, igazi közösségként hosszú évek óta. Köszönhetően azoknak, akik megálmodták, akik mindig támogatják, mindig segítik azokat a fiatalokat, akik évről évre jöhetnek hozzánk. Jöhetnek hozzánk, megbizonyítva, hogy ügyesek, hogy értik a világ kihívásait, hogy van véleményük a világról, szeretik a költészetet, az irodalmat, olvasnak, és ha kell, akkor ezt elő is adják. Nagyon örültem idén, hogy nagyon sokan jelentkeztek, pedig elég rövid volt a jelentkezési határidő, és nagyon sok új fiatal jelentkezett. És ahogy én láttam az elődöntő mezőnyét, a döntősök kifejezetten egy nagyon egységes színvonalat fognak nekünk ide ma hozni, úgyhogy a zsűrit egészen biztos, hogy nem érigylem, ezt már előre megjósolhatjuk, de nagy szeretettel köszöntöm őket, hiszen ők tanítanak és nevelnek is azokkal a mondatokkal, amit akár az elődöntők, akár a döntők során itt elmondanak, azzal a tekintéllyel, amivel ők joggal és okkal rendelkeznek. Úgy köszönjük, hogy itt vannak velünk, mind ahogy külön köszönöm Hagymási Andráson keresztül a Média Centrum valamennyi munkatársának, hiszen igazi társadalmi felelősségvállalási programjuk a versünnep évről évre. Köszönöm a támogatóknak, a segítőknek, köszönöm azoknak, akik föntről néznek most bennünket, és segítik lelkileg is megtöltődni ezt a nemes eseményt, és köszöntöm a Vörös Marti Színház azon művészeit, akik pedig segítették a fiatalokat, hogy jól készülhessenek föl a döntőre. A döntő, ami azt sugallja, mintha egy versenyre készülnék, és persze bizonyos szempontból verseny,
De én azt hiszem, hogy aki ismeri a versünnepet, az tudja, hogy itt már mindenki nyert azon fiatalok között, akik elindultak, akik készültek, akik idejutottak a döntőbe, akik majd eljutnak a táborba és találkoznak más fiatalokkal, mert ettől válik ez a dolog igazi mozgalommá. És amikor évek múlva aztán találkozunk ezekkel a fiatalokkal, már egyetemistaként vagy felnőtt emberként, akkor szinte mindegyikük elmondja, hogy mennyit köszönhet a versünnepnek. Például azért, hogy ideállhat egy mikrofon mögé, és egy közönség előtt, tévékamerák előtt kipróbálhatja magát, és ebből tanulhat, okulhat, miközben ő pedig nagyon sokat ad nekünk, nézőknek és hallgatóknak. Úgyhogy a zsűrin kívül senkit, a zsűrit nem irigylem, mindenki más viszont nagyon, mert élvezheti és élvezze is ezt a következő egy-két órát. Előbb jártunk Pészáros Attila, a polgármester úrral a diákokkal, fiataloknál nagyon izgulnak. Én azt mondtam nekik, hogy most az izgalmat átvesszük tőlük, úgyhogy ők csak adják magukat. Úgyhogy nagy szeretettel fogadjuk őket, mert ők nagy szeretettel készültek. Mindenkinek nagyon szép délelőttöt kívánok. Köszönjük, polgármester úr, gondolatait, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Mészáros Attila alpolgármester urat. Köszöntöm Jakubek Ágnest, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatóját, Mihály Magdolnát, a székelyföldi Varga Sándor verstábor háziasszonyát, Varga Sándor özvegyét. Köszöntöm Hagymási Andrást, a főszervező Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatóját. Támogatunk a Széphő ZRT képviseletében Szauter Ákos vezérigazgató urat, valamint a Szent István Király Múzeum főigazgatóját, Pokrovenszky Krisztiánt, és természetesen köszöntjük a Vörösmarty Színház művészeit, akik mentorként segítették a diákok felkészülését. Az idei esztendőben Molnár Génóra, valamint Andrássy Máté, Imre Krisztián, Juhász Illés, Kelemen István, Kozári Ferenc színművészek segítették a fiatalokat. Kedves hölgyeim és uraim, természetesen nagy szeretettel köszöntjük a versenyzőket, akik már a pihenőszobában várják, hogy színpadra léphessenek. A mai nap elsőként léphat a színpadra Tóth Ádám, a Vasvári Pál gimnázium diákja, a döntőre Petőfi Sándor versét hozta. Petőfi Sándor, dicsőséges nagyurak. Dicsőséges nagyurak, hát, hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok? Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy rántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába, rimánkodott a szegény nép, s hiába állatoknak tartottátok a népet. Hát, ha most mint állat fizetti néktek, ha megrohan mint vadállat bennetek, s körmét, fogát, véretekkel festi meg. Ki a síkra a kunyhóból mi nyomok? Kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok. Az alkalom maga magát kínálja. Ütött a nagy bosszúállás órája. Ezer évig híztak rajtunk az urak. Most rajtok a mi kutyáink hízzanak. Vasvillára velük aztán szemétre. Ott egyék a kutyák őket ebédre. Hanem mégsem. Atyafiak, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek őnáluk. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézze ránk, s örömében mindenható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Felejtsük az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad, ha elveti kevéségét, címerit, s teljes egyenlőségünk elismeri. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek! Itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek! Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak, szüksége van mindnyájunkra hazának. Nem érünk rá várakozni, szaporán! Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az
Úr Isten kegyelmezzen ti nektek. Köszönöm szépen. Meghallgattuk az első verset, kérem a tisztelt zsűrit értékelje a versmondást. Nagyon boldog vagyok. El kell mondanom azoknak, akik itt ülnek, és esetleg nem voltak itt az elődöntőn, hogy nekem külön kérésem volt több alkalommal, hogyha lehet, akkor szeretném még egyszer meghallgatni ugyanazt a verset, amit az elődöntőn hallottam. És én hiszek abban, hogy így lehet igazán jól látni egy folyamatot, hogy honnan, hova jutott el valaki egy hónap alatt, gyakorlással, mentor segítséggel, a saját maga fejlődésével. Gratulálok neked. Annyit szeretnék még mondani, hogy kérlek szépen, még mindig elképesztő jó volt már, ahogy szétszetted meg a tagolásod, de még mindig egy icipicit sietsz sok helyen. Hogy legyél sokkal nyugodtabb. Nagyon nehéz kezdeni, nagyon nehéz elsőként bejönni, főleg azt nem tudom, hogy tudják-e, a 12 dühös ember díszletében állsz a hátad mögött, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz feladat volt neked mindenképpen most itt elsőként megjelenni a döntőn. Például mondok konkrétumokat, az ezer éves, tehát hogy szóval ilyen kis apróságok összecsúsztak, az izgalom, hogy erre még figyelj, a duplamással hangzókat is külön mind a kettőt szeretném majd hallani, de fantasztikus volt, én látom az utat, látom a fejlődést, nagyon gratulálok neked. Ennek köszönöm. Ugyanezt tudom elmondani, gratulálok. Ugye ez a vers bírát, kezet nyújt, figyelmeztet és fenyeget, aztán felold némiképpen, és ezt te láttattad velünk, úgyhogy köszönöm szépen. Nagyon szép volt a váltás, én azt szeretném még mondani, és külön öröm, hogy Petőfivel kezdtünk, nem csak az évforduló miatt, hanem mert annyira illik hozzátok fiatalokhoz Petőfi és az ő egészséges lázadása, úgyhogy én örültem ennek a kezdésnek. Ugyanazt megerősíteném, amit Noémi kolléganőm mondott, hogy a vers elejében éreztem egy kis szó összekapkodást, akkor még nem voltál otthon a versben, de a második felére megérkeztél, és ezt mindenki érezte szerintem. Továbbá még annyit jegyeznék meg, hogy nagyjából a hangerő az jó, de mindig fel kell mérni a terem nagyságát, a mikrofont, és akkor ugye az ember távolabb áll egy picit, hogy ne történjenek ilyen bedübbenések, de ezek csak technikai dolgok, nem hiszem, hogy különösebb jelentősége van, egyszer kell csak elmondani, és akkor utána megjegyzi az ember ezt. Nagyon szép az orgánumod, nagyon jó a kiállásod. Talán egyedül még a nézés irányt mondanám neked, hogy ha csak egy pontra nézel végig, az mindig valami furcsát jelez. Tehát ezt a verset szerintem inkább lehet mondani az egész közönségnek. De ez versenként változik, ez a nézési irány. Én gondolom, ezt most csak az izgalom hozta ki, hogy csak egy pontra figyeltél, vagy koncentráltál. Úgy éreztem, mintha az összes nagyúr én lennék most ebben a pillanatban, de gondolom nem így van. Tehát ezzel is vigyázni kell, hogy az ember vers közben a tekintetét hova veti. Távolabb a nézőktől, vagy minden szót a nézőknek mond, vagy önmagába zárkózva mondja, ez verse válogatja, és ezt is nyilván majd minden versnél tudod mérlegelni, de nekem is nagyon tetszett. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen, Ádám. Juhász Illés volt a mentorod. Milyen volt a közös munka? Illésnek nagyon sok dolga volt, éppen a Jeruzsálemi király című előadásra készült fel, de nagyon élveztem minden egyes percet. Hogy engedett utadra? Mi volt az utolsó jó tanács a mai napra? Szerintem csak egyszerűen az, hogy ne izguljak. És izgultál? Nem különösebben. Akkor szuper, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Következő versmondónk Szűcs Boglárka, a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda 9-es diákja, Puskin művével készült. Alekszandr Puskin, Tatjana levele anyeginhez. Én írok levelet magának.
Kell több. Nem mond ez eleget? Méltán tarthatja hát jogának, hogy most megvessen engemet. De ha sorsom panaszszavának, szívében egy csepp hely marad, nem fordul el, vízhangot ad. Hallgattam eddig, szólni féltem, és higgye el, hogy szégyenem nem tudta volna meg sosem, amíg titokban azt reméltem, hogy lesz falunkban alkalom, s hetenként egyszer láthatom, csak hogy halljam szavát, bevallom. Szóljak magához, s azután mind egyre gondoljak csupán, éjjel-nappal, míg újra hallom. Mondják, untatja kis falunk. A társaságokat kerüli. Mi csillogtatni nem tudunk, de úgy tudtunk jöttén örülni. Miért jött el? Békességesen rejtőzve mély vidéki csendbe, tán meg sem ismerem sosem, s a kincs sem, mely betört szívembe. Tudatlan lelkem láza rendre enyhülne tán, s leszállana. S akit szívem kíván, kivárva, lennék örök hűségű párja, s családnak élő jó anya. Másé. A földön senki sincsen, kinek lekötném szívemet. Ezt így rendelte fenn az Isten. Tied szívem, téged szeret. Ó, tudtam én, el fogsz te jönni, zálog volt erre életem. Az égieknek kell köszönni, hogy sírig őrzöm vagy nekem. Rég álomhős vagy éjjelemben, látatlan is kedveltelek, bűvöltek a csodás szemek, rég zeng hangod zenéje bennem. Nem álom volt, színezgető. Beléptél, s ájulásba hullva, majd meglobbanva és kigyúlva szívem rád ismert, ő az. Ő. Nem a te hangod szólt-e újra, ha egy-egy csendes, búsnapon, ínséges szívekhez simulva, vagy imádságban leborulva altattam égő bánatom? Nem te vagy itt árnyék alakban, s nézel rám e pillanatban az áttetsző homályon át? Nem te hajolsz párnámra éjjel, suttogsz szerelemmel, reménnyel, enyhíted lelkem bánatát? Ki vagy? Őrangyal vagy te féltőm? Vagy ártóm és gonosz kísértőm? Döntsd el hamar, hogy lássak itt. Lelkem talán csak vágya csalja, tapasztalatlanság vakíts, az égi kéz másként akarja. Hát jó. Sorsom gyanútlanul gyónásommal kezedbe tettem. Előtted könnyem hulva hull, könyörgök. Végy, örködj felettem. Gondold el, mi magam vagyok. Nincs egy megértő lelki társam, így élek néma tompulásban, én itt csak elpusztulhatok. Várlak. Emeld fel árva lelkem. Nézd bíztatón, ne adj te mást. Vagy tépd szét ezt az áldomást kemény szóval. Megérdemeltem. Végzem. Átfutni nem merem, megöl a félelem s a szégyen, de jelleme kezes nekem. Bízom. A sorsom van kezében. Foglárka, köszönjük az előadást, várjuk a tisztelt zsűri értékelését. Kedves Foglárka, a Keller művész úr a bevezetőjében többek között említette azt, hogy a versmondóknak bátorság kell. Én most megerősödött bennem, mert valóban egy ilyen fiatal hölgynek és egy ilyen fiatal versmondónak nagy bátorság ezt a világirodalom egyik remekét elmondani. De természetesen a zsűrizés is egy abszolút szubjektív dolog, mint ahogy a versmondás is, vagy a versírás. Én nekem nagyon tetszett
a versmondása, és gratulálok ehhez a bátorsághoz is. Te is azok közé tartozol, akik megfogadták azt, hogy még egyszer elmondják ugyanazt. Ezt nagyon szépen köszönöm neked. Szeretném neked is felhívni a figyelmedet arra, hogy jobban kell odafigyelni a duplamással hangzókra időnként. Nagyon ritkán fordult elő, és hogyha egy magánhangzó hosszú, akkor azt hosszan mondani. Ami nekem elgondolkodtató és furcsa volt, hogy valamiért én az elődöntőn jobban éreztem benne a szívedet. Úgy láttam, valaki bólogatott még, nem tudom, lehet, hogy nem ezen. És az nekem most egy icipicit hiányzott. Illetve értem, hogy ez konkrétan egy valakinek szól, és ezért egy pontra mondtad végig a verset, de nagyon hiányolom akkor is, mint néző a tekintetedet, és egyszer csináltál egy olyat pont a másé szónál, hogy így lenéztél. Tehát amikor keresi az ember a gondolatot, nem biztos, hogy mindig ugyanazt az egy pontot nézni. Mutasd meg a tekintetedet, még akkor is, hogyha konkrétan egy valakinek szeretnél beszélni, ügyesen csalva, idézőjelben, hogy akik ott ülnek is, lássák a gyönyörű arcodat néha, mert mint az emberek is, nem mindig találjuk a szavakat, és amikor keressük, látod, tehát, hogy érted, hogy mire próbálok célozni, hogy gyönyörű vagy, szeretném látni én is az arcodat, bárhol ülök, jó? Gratulálok, köszönöm szépen. Én is úgy hiszem, hogy ez a világlíra egyik legszebb szerelmi vallomása a versben. Egyébként érdemes megemlíteni ilyenkor a műfordítót, ugye, mert nagyon szépen van fordítva, tehát Áprilina nevét azért be kell mondani ilyenkor. Nagyon szép, talán egy icipicit, ha azt mondom, ritkán mondok ilyet, de talán túl kultúráltan mondtad, én egy kicsit több szenvedélyt vittem volna bele a helyedbe, mert neked erre megvan minden lehetőséget, hiszen adottak ezek az eszközök nálad. A kétségbeesett szerelem 1000 skáláját kellene még színesítve belevinni ebbe a kis vallomásba, ebbe a nagy vallomásba, és akkor jobban járnál vele. Úgy gondolom, hogy ezeket a skálákat, ezeket végig kell járni ebben a versben. De nagyon szépen alakul, és örülök, hogy ilyen nagy fába vágtad a fejszédet, mert azért ez nagyon nehéz, ez még egy érett színművésznek is nehéz előadni ezt a monológot, nagy monológot, úgy mondanánk inkább. Úgyhogy gratulálok a próbálkozáshoz, és csak így tovább. Kedves Boglárka, örömmel mondom, hogy hozzám az elődöntőhöz hasonlóan megint megérkezett az ártatlan szíváradása. Ugye tudjuk, hogy ez egy varázslatos monológ, és nekem külön öröm, hogy az YZZ generáció tagjaként ezt így hallhattuk tőled. Köszönöm szépen. Kedves Bogi, én is köszönni szeretném, és én szeretném még kiemelni. Engem nagyon megfogott az a mimikád, az arcjátékod. Ugye egy versmondó nem gesztikulálhat, azt nem szoktuk szeretni, de az arccal lehet kommunikálni, és én azt láttam, hogy amikor reménykedtél, amikor kétségbe voltál esve, amikor az imáról beszéltél, vagy nagyon boldog, az mind megjelent az arcodon, és ez nagyon-nagyon jó volt látni, hogy így ezzel is hozzájárultál a versmondáshoz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Bogi, ki volt, aki segítette a munkát? Andrássy Máté. Milyen volt vele a közös munka, és milyen tanácsokat kaptál tőle? Én nagyon élveztem minden percet. Igazából ilyen apró tanácsokat adott, hogy mit hangsúlyozzak, hogyan, hova nézzek, ilyeneket. Köszönjük szépen, visszengedünk a többiekhez. Köszönöm szépen. A következő versmondó a Ciszterci Szent István gimnáziumból érkezett hozzánk, Borbély Levente Miklós Faludi György versével készült. Faludi György, tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, mert meddig lesz-e könyv veled? Ha tiéd, kölcsön veszik, a közkönyvtárban elveszik, s ha nem, papírja oly vacak, hogy sárgul, törik, elszakad, kiszárad, foszlik, megdagad, vagy önmagától lángra kap. 240 fok már elég. És mit gondolsz? Milyen meleg egy nagyváros?
mikor leég. Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, mert nem sokára könyv se lesz, és költő se lesz, és rím se lesz, az autódhoz benzin se lesz, és rum se, hogy leíd magad, mert a boltos ki se nyit. És kivághatod a pénzedet, mert közeleg a pillanat, mikor a képernyőt kép helyett halálsugarat közvetít. És mert nem lesz, aki megsegít, ráébredsz, hogy csak az maradt tied, mit homlokod meget viselsz. Ott adj nekem helyet. Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, és mondd el, mikor kiöntenek a lúgtól poshat tengerek, és az ipar hányadéka már beborít minden talpalat földet, akár a csiganyál. Ha megölték a tavakat, s mankóval jön a pusztulás, ha fáján rohad a levél, a forrás dögvész gurguláz, s ciánt hoz rád az esti szél. S ha a gázmaszkot felteszed, elmondhatod-e versemet? Tanuld meg ezt a versemet, hogy elkísérjelek. Lehet, s túléled még az ezredet, s pár kurta évre kiderül, mert a bacillusok dühött revánsa mégse sikerül, s a technológia mohó hadosztályai több erőt mozgatnak, mint a földgolyó. Memóriádból szedd elő, és dúdold el még egyszer velem a sorokat. Mert hová lett a szépség és a szerelem? Tanuld meg ezt a versemet. Hadd kísérlek, ha nem leszek. Mikor nyűgödre van a ház, hol laksz, mert nincs se víz, se gáz, s elindulsz, hogy odút keres, rügyet, magot, barkát ehess, vizet találj, bunkót szeres, ha nincs szabad föld, elvegyed, az embert leölts, megegyed! Hadd bandukoljak ott veled, romok alatt, romok felett, és súgjam füledbe, tetsz halott, hová mégy? Lelked elfagyott, mihelyst a várost elhagyott. Tanuld meg ezt a versemet. Az is lehet, hogy odafönn már nincs világ, s te odalenn a bunker mélyén kérdezed, hány nap van még, míg a mérgezett levegő az ólomlapon meg a betonon áthatol? És mire való volt? És mit ért az ember, ha így véget ért? Hogyan küldjek én neked vigaszt, ha nincs vigasz, amely igaz? Vallja meg, hogy mindig rád gondoltam, sok-sok éven át, napfényen át és éjjen át, s bár rég meghaltam, most is rád néz két szomorú vén szemem. Mi mást üzenhetnék neked? Felejtsd el ezt a versemet. Köszönjük szépen, tisztelt zsűri, a szó. Nagyon gratulálok neked. Köszönöm szépen. Úgy éreztem, hogy egy profi versmondást hallottam, és hogy teljesen egyé váltál a verssel. Tudtad, hogy mit akarsz közvetíteni, illetve te magad voltál már a vers, meg a közvetítése is egyben, és minden. Tényleg csak ilyen olyan kis apró szösszenetet szeretnék mondani, ami már csak jelentéktelen.
mert összességében nekem nagyon lenyűgöző volt. Imádtam azt, hogy amilyen hibákban sokszor bele szoktak csúszni, hogy ugyanazt a mondatot egyformán mondják, és annyira különböző volt, színes. Igen, erre nagyon figyeltünk. Gondoltam, biztos voltam benne, hogy ez tudatos volt, sőt, azt kimondottan szeretném megemlíteni és dicsérni, hogy mertél suttogni, és olyan ereje volt, mint amennyire pont előtte engem egy icipicit zavart az a nagyon nagy hangerő, és itt kell nagyon-nagyon figyelni arra, hogy normál esetben ez teljesen rendben van, de ott van előtted egy mikrofon. Igen, ebből már múltkor is. Igen, biztos voltam benne, hogy tudod, csak azért mondom, hogy megemlítem, mert látom, hogy teljesen tudatos volt a versmondásod, hogy mindent pontosan tudsz, és csak így aláhúzom, hogy emlékezz rá, hogyha ott van előtted, mert lesz olyan lehetőség, hogy nem mikrofonban mondasz verset, akkor ez nem számít, de ilyenkor igen. Gratulálok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, amikor észleltem, hogy a Vörös Sándor Éjszaka csodái verset lecserélted, és ráadásul erre a Faludi György versre, az volt az első dolgom, hogy először is meghallgattam Hobó megzenésítésében. Tegnap este majd elővettem, mert mintegy 20 esztendeje Faludi Györggyel találkoztam, és egy hosszú interjú keretében elmondta ezt a verset, mielőtt aláírta volna a könyvtárból kölcsön kapott Faludi György kötetet nekem. Borzongató volt most ezt hallani tőled, és ráadásul így hallani, mert annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy ezt Kanadában írta Faludi György, és annak a 80-as éveknek a története összehasonlíthatatlan nyilván a 2023-as évre, de amit ő eltervezett, illetve megírt, az jószerivel megvalósult. Borzongató volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Polgármester úr a bevezetőjében említette azt, hogy milyen nagy jelentőségű ez a versünnepi Székesfehérvár is nekünk. És akkor az jutott eszembe, hogy nem régen éltük át Húsvét misztériumát, másnap egy másfajta misztériumot, a költészet napját. És most én megint azt érzem és éreztem, hogy ez a versünnep és ez a mai nap egy különös misztériummal teli. Azt mondta, vagy azt írja a költő, hogy mert nem sokára könyv sem lesz, költő se lesz, és rím se lesz. Ez a fájdalmas félelem számunkra, hogy valóban így lesz. Nekem most az a meggyőződésem, hogy a fiataloktól ilyen versmondást hallunk, akkor lesz minden. Reméljük. Köszönöm szépen. Csodálatos az orgánumod. Ezt tegyük hozzá, hogy egyszerűen gyönyörűség hallgatni téged, annyira szép hangszíned van. Szépen is beszélsz. És tényleg borzongató, hogy gondoljunk bele, hogyha ez a 80-as években született, eltelt 40 év, és a költők váteszek. Ez a Walking Dead világa. Ez borzalmas, hogy ez itt van, és egyedül ti vagytok a reménység. És nagyon, nagyon örültem neki, hogy kiemelted a versben ezt a hova lett a szépség és a szerelem, mert hát erről szól ez az egész, hogy kiviszi át majd a szerelmet a fogában tartva, ahogy Nagy László is fogalmaz, és ez nagyon szépen átjött a versen, és gratulálok hozzá. Tudatos, szép, érzelmekkel teli versmondás volt. Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Molnár G. Nóra volt a mentorod, hogyha jól tudom, és az kiderült, hogy nagyon aprólékos munkát végeztetek, hiszen ahogy Noémi is mondta, hogy minden mondat más volt. De mégis én arra lennék kíváncsi, hogy mi az a legfontosabb emlék, pillanat, gondolat, amit kaptál ettől a mentorprogramtól? Én azt gondolom, hogy szerencsére egy olyan mentor húzott, vagy egy olyan mentort sikerült kihúzni, akivel nagyon, nagyon jó kapcsolatot tudtam ápolni. Most a verseny előtt is beszéltünk, sok szerencsét kívánt, és valószínűleg miután kimegyek, azután is felhívom és mesélek neki. Én leginkább azt emelném ki, hogy nagyon jó kapcsolat van per volt köztünk, és emiatt a felkészülés nagyon jó hangulatban tudott zajlani. Az ő tanácsa volt, vagy te ilyen ember vagy, hogy nyugodt, higgadt, megfontolt? Mert láttam már a döntő kezdés előtt is, hogy semmi izgalom, pontosan tudod, hogy mit szeretnél. Vagy ez egy nem, ez egy álca? Mielőtt kijöttem az előtt, mutatom, hogy mit csináltam. Tehát akkor még annyira nem voltam ideges, de egyébként nagyon, én nem kezelem túl jól ezeket a helyzeteket.
Nagyon jól. Nagyon stresszes vagyok. Nagyon, nagyon jól, mert ez egyáltalán nem. Köszönöm nem szépen. Látszott, úgyhogy megtévesztettél. Élmény volt veled a beszélgetést. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Következő versmondónk Farkas Angéla, aki a Vasvári Pál Gimnázium tanulója, Nemes Nagy Ágnes versét hozta döntőre. Nemes Nagy Ágnes, Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, Uram! Így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáshéj földet helyezni az űrbe. Ilyen tojáshéj életet a földre, s abba felfoghatatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés, ez túl sok. Ez mértékvesztés, Uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgy makjával, amelybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világ teremtőjeként létedet feltételezni blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába. Ne csináltál volna felhőt, hálát, aranyfejet az őszi akácnak. Ne ismernénk a vékony, zöldes, édes-édes ízt, a létet. Irtózatos a te édes lépvessződ, Uram. Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákia, halvány kicsi foltja, növőben? Tudod te, milyen a félelem, a testi kím, a becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e téglát, körzőt, cédulát? Van-e körmöd? Élő fára vésni véle krikszkrakszokat hámló platánra, míg megy odafönt, megy a délután. Van odaföntöd? Van neked fölötted? Egy szót sem szóltam. Köszönjük szépen, várjuk a zsűri értékelését. Bevallom őszintén, hogy engem nagyon megleptél most. Annyira egy bölcs, idős lélekkel találkoztam most ahhoz képest, amit láttam az elődöntőn, hogy így keresem a gondolatokat, ebben benne van a versválasztása is, és az is, ahogyan ezt előadtad. Engem lenyűgöztél, elvarázsoltál, főleg azért, mert érzem, hogy pontosan érted, és érzed ezt a verset, ami egyszerűen döbbenetes számomra, hogy ezt te ilyen fiatalon így érted, és csodálatos is egyben, és előremutató. Egyetlen egy apróságot szeretnék csak mondani, hogy nekem az utolsó mondat, az az egy, ami nekem egy picit úgy oda volt dobva. Nem tudom elmondani most neked, hogy mondanám helyetted másképpen. Igen. Ezen az egyetlen egy mondaton gondolkozz el, szerintem, de úgy akkor ugyanazt éreztük az Annával. Ez az egy icipicit kilógott abból a tökéletes, számomra fel nem fogható varázslatból, amit tőled hallottam. Gratulálok tiszta szívemből, de ez tényleg egy ez profi előadó művészekkel hasonlítalak most össze magamban. Köszönöm szépen.
Igen, mert az alázat van az utolsó mondatban, hogy az összes perlekedése az Istennel a végére azt jelöli ki, de hát ki vagyok én, hogy ezt végig. Szóval igazából ezt érezni az ember jó szívvel, de gyönyörű, személyes volt, tudatos, igényes. Nagyon tetszett a versmondásod. Nekem is érett volt, mertél halk lenni, mertél nagyon-nagyon személyes lenni, és ez nekem végtelenül tetszett. Örülök neki. Lehet, hogy elég lenne ennyit mondani, mint a művésznő, amivel befejezte, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett. A magyar irodalom tele van szebb-nézebb, csodálatosabb-nál csodálatosabb istenes versekkel. És Nemes Nagy Ágnesnek ez a verse, annak ellenére, hogy tele van kérdésekkel a Jóisten felé, annak ellenére az egyik legmeggyőzőbb vers, istenes vers. És az Isten hit ebben a versben. Éppen azért, mert vitatkozni is a jó Istennel, kérdéseket tesz fel a jó Istennel. Hát nyilvánvaló, hogy meg is fogja kapni a választ ezekre a kérdésekre. Én külön kiemelném a szép beszédjét. Köszönjük szépen, köszönjük az értékelést. Ki választotta a verset? Én, tehát ez saját választás volt, kisebb, tehát hogy ajánlással, barátnő felől, a Farkas Eszti ajánlotta egyébként a tavalyi nyertes. Szerettem volna egy kicsit mást megmutatni, mint az elődöntőn, úgyhogy ez megvolt a körvonal, és akkor ő volt a végső. Mentorként pedig ki segített? A Kelemen István, akivel sajnos csak videócseten tudtunk beszélni, mert hát elég sűrű mindkettőnk élete, de én nagyon örülök, hogy őt kaptam, mert pontosan értette azt, hogy én hogy szándékozom átadni ezt a verset, és ez is volt az egyetlen tanácsa mára, hogy pont olyan lazán próbáljam meg elmondani, és pont olyan őszintén, ahogy neki el tudtam mondani. Köszönjük szépen, azt hiszem, ez sikerült. Köszönjük. Galovics Luca lesz a következő versmondónk a Ciszterci Szent István Gimnáziumból, és Karinti Frigyes versével készült. Karinti Frigyes, előszó. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak, egyenként, külön. A titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban. A szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam. Add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom. De mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle. Ő is súgni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott. Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen. Nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, s borban és kenyérben. Hiába próbáltam sóvár irigyen. Nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn és álom a jóság. De minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok.
S tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se aloé virág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb. Ember, aki él. Mindenkinek rokona ismerőse. Mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom már senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Elmondom, én elmondanám. De béna a kezem, s dadog a szám. Elmondanám az út, hova vezet. Segítsetek, hát nyújtsatok kezet. Emeljetek fel, szólni, látni, élni. Itt lenn a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lenn a porban rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Segítsetek fel a magosba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek! Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én. De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt. Nektek, kiket szerettem, állván, tátott szemmel, csodára várván, amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek. Kérem szépen, a zsűrit értékelje a versmondást. Luca, bevallom neked, én nagyon féltem ettől a verstől, mert ez most divatvers, illetve már elég régóta divatvers, és sokan választják olyanok, akiknek nincs vele semmi mondandójuk, de mégis elmondják. Én úgy éreztem, hogy ezzel neked nagyon erős mondani valód van, és nem tudom mi az, de nem is kell tudnom, hogy mi az, de az érződik, amikor valakinek ehhez nagyon súlyos és nehéz gondolata van, és mögöttese van, és nagyon jól állt neked ezért ez a vers. Az egy-két kis kapkodás az biztos valami bizonytalanságból fakadt, amiből a szavak megakadtak, de ez lényegtelen, mert nagyon fontosnak tartom, hogy szólt neked ez a vers valamiről, és ezt tudattad a külvilággal, és még egy, hogy nagyon szépen felépítetted. Tehát ez egy nagyon nagy, szép szerkezetű vers, és te ezt pontosan tudtad érzékeltetni. Ez talán a legszebb volt benne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek Annával. Én is úgy éreztem, hogy nagyon való volt neked a vers. Én mégis egy picit így tovább elemezném is csak egy ilyen apróságot. Érződött, hogy tényleg fel van építve tudatosan. Voltak gondolatsorok benne, amit úgy éreztem, hogy te így egybe el szeretted volna mondani, közölni, és egy picit azt éreztem, hogy hajtottad magad. Nem véletlen pont ott volt az a kettő baki is. Nem fordulhatott elő ez a baki máshol, ahol tökéletesen a szíved és a vers és a ritmus minden összecsenget. Itt egy picit nagyon, nagyon akartad és túlhajtottad, nem tudom jobban kifejezni. Ez csak annyi, hogy nem kell ennyire kapkodni, és akkor sokkal-sokkal érthetőbb lesz, mert neked is, meg mindenkinek muszáj elmondanom, de gyönyörűen beszéltél, de mégis, amikor belevitted egy kicsit ezt a, nem is tudom, szarkasztikus lényedet, vagy nem is tudom ezt az oldaladat, akkor néha így visszacsúszott zárt szájba, nagyon néha. Amikor kinyitod gyönyörűen a szádat, artikulálsz, és minden egyes betűt hallok, akkor gyönyörű. De tényleg csak én mindig ilyen szösszeneteket mondok, amire még így figyelj. Mondandójának a végérét, én már emeltem föl a mikrofont, hogy kiemeljem azt, hogy milyen ragyogóan megszerkesztett előadás volt és versmondás. És ennek számomra a legmegnyugtatóbb bizonyítéka ezek a gyönyörű szünetek voltak, amit sokszor-sokszor mondunk és beszélünk, és annak a bizonyítéka, hogy az illető versmondó vagy előadó valóban mérőjövően mondja, és átélte mondja a verset. Gratulálok! Köszönöm szépen! Én magam is gratulálok, annál is inkább szerintem Karinti is fentről, azt hiszem Bólint erre a versmondásra, hiszen amikor ezt megírtam, még éltek benne a líraiság iránti nosztalgiák, ahogy tetszik,
holott azért voltak kétségei. Ő így fogalmazott, hogy borzasztó nagy dolog a vers műfaj előtt mindig respektet éreztem, megilletődést, bár nem hiszek benne, hogy nagy költő lehessen, aki csak költő, mondja ő. Ennek ellenére azért megírta ezt a verset, és ahogy itt elhangzott, én azt hiszem, hogy egy ország mondja vele, veled. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Andrássy Máté volt a mentorod, hogyha jól tudom. A tisztelt zsűri kiemelte, hogy nagyon jól volt felépítve a vers, illetve mondjuk azt, hogy tökéletesen. Ezt például a mentorodnak köszönhető, vagy ez a te saját munkád eredménye, gyümölcse? Úgy gondolom, hogy ez egy közös gyümölcs volt, ugyanis a mentorom nagyon sokat segített abban, hogy megértsem, hogy mi áll bizonyos sorok mögött, és utána a felépítés szinte már magától értetődővé vált, azzal, hogy így kitisztított bizonyos pontokat, amik nekem első olvasásra, első felmondásra nem voltak egyértelműek, és felkészülés során pontosan ezekre a pontokra mentünk rá. És nagyon jó volt, mert neki is van személyes kötődése ez a vershez, és így szinte együtt tudtuk örülni ennek a versnek, hogy milyen jó és milyen szép. És a közös munka során mi volt az a gondolat, vagy az a pillanat, ami megszületett benned, amit talán örökre magaddal viszel majd a fehérvári versünnepről? Ezzel a verse kapcsolatban, mert azt én is éreztem, hogy nagyon személyes volt ez a versmondás. Ha nem szeretnél erre válaszolni, természetesen nem szerintem kell. Szerintem válaszolok, és mégpedig azt, hogy megéri olyan verset választani, amiben van személyes tartalom, mert volt bennem egy kicsit félelem azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy ez így sok lesz, hogy ilyen sokat jelent a vers, és ezt ide elhozni, de úgy gondolom, hogy jól döntöttem is. Szerintem nagyon marad. Jól döntöttél, és mi köszönjük, hogy elhoztad. Köszönjük szépen. Következő versmondónk Szabó Gergő, aki a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda 9-es diákja. Tóth Árpád versét hozta el. Tóth Árpád, jó éjszakát! Falon az inga lassú fénye villan. Oly tétován jár, szinte arra vár, hogy ágyam mellett kattanjon a villany, és a sötétben majd boldogan megáll. Pihenjünk. Az álomba merülőnek jó dolga van. Megenyhül a robot, mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, mit kegyes kéz a mély vízbe dobott. Pihenjünk. Takarómon pár papírlap, elakadt sorok, társtalan rímek. Megsimogatom őket halkan. Írjak? És kissé fájón sóhajtom. Minek? Minek a lélek balga fényűzése? Aludjunk! Másra kell ideg, svelő, józan dologra, friss tülekedésre, és rossz robotos a későnk elő. Mi haszna, hogy papírt már jó egy párat beírta? Bolygott rajtuk bús kezem a tóra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok tévedtek barázdá hová jutottam? És ki jött velem? Szelíd dalom lenézi. A garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. Majd egyszer. Persze. Máskor. Szebb időkben. Tik-tak. Ketyegj vén jó költő vigasz. Majd jő a kor, melynek visszadöbben felénk szíve. Tik-tak. Igaz. Igaz. Falon az inga lassú fénye villan. Aludjunk vagy 100 évet csöndben át. Ágyam mellett elkattantom a villanyt. Versek.
Bolondság. Szép, jó éjszakát. Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Gergő, kiválóan átadtad ezt a reménytelenség érzetet. Fiatal korod minden bölcsességével igyekeztél. Gondoljunk bele, ez pont 100 éve, szinte 100 éve született ez a vers, tehát Tóth Árpád most erre a 100 évre gondolhatott, és örüljünk neki, hogy a versek azért mégis itt vannak, amiket ugye meg kellett írni, és amiket meg kell írnia egy költőnek. Még nincs veszve minden, azt gondolja az ember ennek a versnek a hallatán. Nagyon jól átadtad a vers hangulatát, és Tóth, a nagyon sokat szenvedett költő minden sorát, versét. Szép volt a hangod hozzá, szépen értetted, tényleg korodhoz képest szerintem nagyon-nagyon bölcsen mondtad el ezt a verset, és ennek nagyon örülök. Köszönöm. Én időközben leírtam 6 igent. Búcsúvers, igen. Számvetés, igen. Halálra való készülődés, igen. A megpihenés vágya, igen. Csöndes belenyugvás, igen. Mármint Tóth Árpád részéről, és részedről pedig, ahogy hallottuk tőled, igen. Köszönöm szépen. Én valóban sokat szenvedett költőnek a verse, amiben a szenvedései mellett és a nagy kérdései mellett benne van a biztatás is, és a jövőben mégis vetett bizalom. Ami apróság, mert nagyon-nagyon szép volt a verse és a versmondása, de egy mondatot jobban kiemelnék, hogy milyenek a lélek balga fényüzése. Utána sajnos nem volt elegendő szünet számomra. Erre a kérdésre a versben a következő sor a válasz, majd jöjj akkor, amelynek visszadöbben felénk szíve. Jön majd egy ilyenkor. Köszönöm. Gergő, te írsz verset? Nem? Néha igen. Mert csak hogy megemlítetted, hogy április 11-én születtél te is, hát akkor az predesztinál, bár nem vagyok a számmisztika nagyon nagy híve, de ez valahogy mégis úgy érzem, hogy ennek köze van ehhez a versválasztáshoz is. Én még azt szeretném kiemelni, hogy nekem nagyon tetszett, hogy amikor kétely volt benned, amikor az a rész jelent meg, hogy minek és miért, mert nem teljesültek, jöttek a kételyek, és itt könnyen lenne nagyon hangos az ember, és nagyon érzelmekkel teli, de mégis vissza tudtad fogni, hiszen ez egy elalvás előtti állapot, és itt nagyon-nagyon jól megoldottad, hogy nem voltál nagyon hangos, hogy ott voltál abban a szituációban. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy hallhattuk, nagyon jól sikerült megfognod a versnek a hangulatát, és azt közvetíteni. Imre Krisztián volt a mentorod. Mennyire segített ő az építkezésben? Hát igazából sokat hozzátett ahhoz, hogy így ez a, hát igazából ez az utolsó verse, ugye Tóth Árpádnak, és hogy ez a halál vágy hangzik benne, abba segített inkább. Mi volt a tanács, amivel ellátotta a döntő kapcsán? Hát ha őszinte leszek, akkor azt mondom, hogy nézek utána az életének, és hogy rakjam a fejembe, amikor mondom a verset, hogy ez a halál vágy van benne. Köszönöm szépen, köszönjük. Érkezik a versünnep színpadára Tóth Marietta, Júlia Ciszterci Szent István gimnáziumból, és Sík Sándor versével készült. Sík Sándor, az Andocsi Máriához. Koldusboton, törött mankon jövünk búcsút járni. Szűz Máriás magyaroknak kopott unokái. Éjfél van a Duna táján. Magyaroknak éjszakáján nincs más kivirasszon. Baráttalan, testvértelen. Hozzád ver a veszedelem, boldogságos asszony.
Megcsúfolták, megköpködték, ami bennünk szép volt. Kilenc felé hasogatták, ami rajtunk épp volt. Tépett testünk megtaposták, ragadozók ragadozzák édes kevesünket. Koporsónkat faragdálják. Eléd sírjuk, magyar árvák, a mi keservünket. Idegenek megnevetik drága magyar szónkat. Idegentől kéregetjük kenyerünket, sónkat. Magyar kezek szántogatnak régi rögön új uraknak népet hegye völgyén. Más arathol mi vetettünk. Jövevények, szolgák lettünk úrapáink földjén. Boldog asszony, ezer évig édesanyánk voltál. Eleink, ha hozzád sírtak, hozzájuk hajoltál. Száz ostorral ostorozzon, csak ez egyért, boldog asszony, a jó Krisztust kérd meg. Négy vízparton. Három hegyen. Mindörökké magyar legyen a Máriás ének. Tisztelt Zsűria, szó. Gyönyörűen megmutattad azt, hogy nem kell hangerő ahhoz, hogy nyomatékosan megerősíts vagy közölj velünk valamit. Mégis szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy a vers elején és a vége fele hajlamos vagy arra, hogy amikor nagyon lehalkulsz, akkor bezárod a szádat. És nem le kellett néznem konkrétan már a címnél, hogy mi volt az a szó, amit mondtál, mert ettől nem értem. Amúgy nagyon szeretem, ahogy te beszélsz és verset mondasz, és próbáltam visszaidézni, hogy milyen voltál az elődöntőn, és olyan csodálatos számomra, amikor látom valakin a fejlődést. Gratulálok. Köszönöm szépen. Én egy Sík Sándor rövid négysoros verssel köszönöm meg. Embernek lenni, csak embernek lenni, semmi egyébnek, de annak egésznek, szépnek. Föld szülte földnek, és Isten lehelte szépnek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Gyönyörű szép vallomás volt. Hitről, hazaszeretetről, a te lelkedről. Annyi mindent elárultál, és nagyon meghatott. Gyönyörű volt. Hát én azt kívánom, hogy nagyon sokan a mai világban élő mi magyarok nagyon sokan olvassák ezt a verset. Nagy szükség van ilyen versre is megérteni ezeket a verseket. Nagyon jó választás volt, és nagyon szépen mondta, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen, és még azt szeretném hozzátenni, hogy az elődöntőre nagyon nagy hatással volt az elődöntős versed, és kíváncsi voltam, hogy mivel jössz, hogy újra azt az érzést élhetem át, vagy valami mást, és megint lenyűgöztél, úgyhogy köszönöm szépen. Én köszönöm. Köszönjük szépen. Sokat gondolkoztam, hogy mi legyen az a kérdés, amit felteszek neked. Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy fel tudnád-e idézni azt a pillanatot, amikor először elolvastad ezt a verset, hogy mi az, ami megfogott téged ebben a versben? Én ezt a verset már évekkel ezelőtt nagyon régen elolvastam, mivel én úgy lettem felnevelve, hogy belelettem nevelve a magyarságomba, ezért is nagyon fontos téma nekem, és mikor elolvastam, nyilván kisebb voltam, nem értettem még teljesen, aztán ahogy nőttem egyre feljebb, egyre inkább világosabb volt, hogy miről szól az egész, és mikor gondolkoztam, hogy mit hozzak a döntőre, úgy gondoltam, hogy ez az a vers, amit érdemes elmondani, és ezért hoztam ezt. Szerintem nagyon jól döntöttél. Milyen tanácsokkal látott el Imre Krisztián, ő volt a mentorod? Hát egyébként nagyon jó volt a közös munka, ugyanis nem szólt bele teljesen, hanem ilyen kisebb tanácsokat mondott, amik pont elegek voltak ahhoz, hogy megértsem, és még jobban magamévá tehessem ezt a verset. Szóval csodálatos volt a közös munka, a tanács, minden, amit adott, szóval nagyon szuper volt. Köszönjük szépen, öröm volt hallgatni. Köszönöm. Köszönjük szépen.
Következő versmondónk Béres Róza, a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett hozzánk, Vörös Sándor verset hozott a mai döntőre. Vörös Sándor, hazatérés. Anyám szemében kabzsi féltés, apám szemében görbe vád. Hogy megjöttem, fölhozta mégis a legvénebb üvegborát. Kutyánk bőrbeteg, és öreg már, csupa csont, nézni síralom. Nem sokára, tudom, elássák a lucernás domboldalon. Vacsorázunk, pár szó, és csönd lesz. És az a csönd úgy kiabál, mintha az étel sótlan volna, amikor púpozva van a tál. Rám nézett anyám, rám nézett apám is. Nem az van itt már, aki volt? És fönn az égen, úgy, mint régen, rostokon a nagy bajszú hold. Annyit játszottunk kutyánkkal együtt, mint vad imposztorok. Most, hogyha a fejét megsimítom, végig vonaglik és morog. Miért nem tudunk már örülni, hogyha étel és bor oly remek? Miért vagyunk mi mind a földön olyan örök idegenek? Miért nem tudok sírni, bőgni, hogy megvénül anyám, apám, anélkül, hogy megsimogatnám az arcukat, mint hajdanán? Három holt idegent takar majd a borostyános kriptabolt. És fönn az égen, úgy, mint régen, rostokon a nagy bajszú hold. Noémi? Én konkrétan kezdek zavarban lenni, mert olyan érzésem van, mintha most így a tér és az idő összecsúszott volna, és az elődöntőhöz képest nem egy hónap, hanem évek. Évek teltek volna el, olyan változásokon mentetek át, olyan érett bölcs felnőtteké váltatok, hogy én meg se tudok szólalni, de ezt teljesen komolyan mondom, hogy az előbb a versmondás előtt az Annával összenéztünk, és azt mondtuk, hogy nehéz lesz dönteni, és akkor ezt most még háromszor aláhúzom, és azt sem tudom, hogy mi vár ránk itt a mai napon. Egyszerűen lenyűgöző volt, és én el vagyok varázsolva. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Csodálatos volt, ahogy mondtad. Láttattad, benne voltál, így éreztem minden porcikádat és gondolatodat. Tökéletes. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nekem is nagyon tetszett ezt a verset. Érdekes mondom, mindig Petőfi Egy estém otthon című versével vetik össze, és kérem is, hogy mindenki olvassa majd el otthon, hogy változnak a generációk közötti különbségek. Ugye Petőfi versében még ott van a szülők iránti szeretet, és a visszanézés öröme, és ebben a versben pedig a teljes elidegenedés a szülőktől, a visszalátogatástól. Tehát nagyon hátborzongatóan szép, és ahogy Petőfitől Vörösig eltelt az a néhány évtized, hát bizony nem tudjuk, hogy most erről mit írnak a költők, mit lehet még erről írni, erről az eltávolodásról, elidegenedésről. Nagyon szépen érzékeltetted, és észrevetted benne az ismétlődő két sort is, hogy fönn az égen úgy, mint régen rostokol a nagy bajszú hold, mert ez az örök. Ugye Vörös Sándor sok verse született az örök létről és az örök értékekről, és itt szépen kiemelted azt, hogy a hold az, ami örök, és semmi más ebben a Vörös Sándori világban. Szép volt, köszönöm. Köszönöm. Azt írja, hogy
Jobban kedvelem a prózai műveket a verseknél, emiatt nem sok verset olvasok. Verseim kiválasztásában mindig Ferenci tanárnő segít, aki mindig megtalálja az előadás módomhoz illő művet. Sok szeretettel gratulálunk Ferenci tanárnőnek, mert most is megtalálta azt a művet, ami illik a versmondóhoz. Köszönöm. Bevallom, azt hittem, hogy ezt senki nem fogja elolvasni. Miért szerinted, miért kérdezzük? És azóta már benne volt az újságban, és kétszer is megkaptam öntől, szóval... Figyelünk. Köszönjük, azt már megtudhattuk, hogy Ferenci Noémi segített a vers választásában. Kozári Ferenc volt a mentorod. Tőle milyen jó tanácsokat kaptál, vagy hasznos tanácsokat? Hogyan építkeztetek együtt? Hát egyébként ez egy érdekes folyamat volt. Kétszer találkoztunk, és hát igazából be kell vallanom, hogy ezt a verset most nem Ferenci tanárnő adta. Mert én mentem egy verssel, és hát mondta mentor úr, hogy hát ez biztos, hogy nem. És adta ezt. És hát én megijedtem, mert egyszer sem hallott verset mondani, kicsit sem ismer. De mondta, hogy hozzam ki belőle a maximumot, és mondtam, hogy jó. Igazából a szünetekre fektetett ő nagyon nagy hangsúlyt. Percekig csak lélegeztünk. Ez azért remélem, hogy látszott, hogy szép levegőket vettem. Büszke lennem. Szerintem átjött. Reméltem. És egyébként, ami nagyon megmaradt bennem, az felhívta rá a figyelmem, hogy borzalmasan mondom az elbetűket, és én azóta hallgatom a saját beszédemen, hogy úgy mondom az elbetűt, mint az át. Úgyhogy ez megmaradt, és ezen fogok dolgozni, mert most már nagyon zavar. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. A versünnep színpadára szólítom Borbé Bálint Istvánt, a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda 9-es diákját, aki Márai Sándor művével készült. Márai Sándor, mennyből az angyal. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény lángol. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal. Sejem papír zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról! Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendesében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják. Sok ez soknak, imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák, népe Krisztus a Magyarország. És elmegy előtte sok ember. A katona, ki szíven döfte, a farizeus, aki eladta, aki háromszor megtagadta, velem ártott kezet a tálba, 30 ezüstpénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette, és vérét itta. Most áll, és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki sem mer.
mert ő sem szól már. Nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta? Ki köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekszenek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja, megáldja a szentséges pápa. És minden népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kértik, mi történt. Kitett itt csontból, húsból törvényt. És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság! Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A gyermek, a szamár, a pásztor. Az alomban a jászol mellett. Ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák. Lehelletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal. Kíváncsian várjuk a zsűri értékelését. Sem mondanám azt, hogy nincsenek szavaim, de vannak. És az, hogy egy kicsit most meg kell, hogy dicsérjem magunkat, hogy ismét hallhattuk a fiatalember versmondását. Amikor az angyalhoz szól, akkor nekem az volt az érzésem, hogy most tényleg az angyalhoz beszél. Úgyhogy nagyon szép volt. Köszönöm. Bálint, írtad, hogy most már nagy versekkel szeretnél próbálkozni, és az most azt hiszem sikerült. Nekem is nagyon tetszett, és hát ez a vers csodálatos, és ma is ugyanott tart a világ, ahol Márai korában most sem érti a világ, hogy mi miért vagyunk ilyen szabadság szerető nemzet, és nekünk miért a legnagyobb dolog a világon a szabadság. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon aktuális ma is ez a vers, és hát nem csak 56-ot idézi meg, hanem a világ mai értetlenségét is velünk szemben. Egy dologra felhívnám a figyelmedet, hogy ha minden versor hangsúlyos, ha minden versszak hangsúlyos, akkor valójában kicsit egyforma lesz a maga a vers, tehát jobban vigyáznék arra, hogy a különböző versszakok hangulatait hogyan idézett fel, de nagyon erőteljes volt, és nagyon szép a versmondásod. Ezt mindig elmondjuk ennél a versnél, hogy ez csak a cenzúrázott változat, ez a költő, a szamára pásztor, mert ha egy kicsit utána olvasol, akkor megtudod, hogy Márai ezt a cenzúra miatt írta a költő a szamára pásztorra, mert ez eredetileg gyermek szamár pásztor volt, csak ugye hát a cenzúra akkor nem engedte, hogy a gyermek szerepeljen már, mint a Jézus szerepeljen a versben. Úgyhogy hogy szebb az a változat, hogy a gyermek a szamára pásztor, javasolnám a fiatalságnak, és neked is, hogy inkább így mondjátok ezt a verset. De gratulálok, szép volt. Köszönjük szépen. Juhász Illés volt a mentorod. Milyen tanácsokkal látott el a mai napra? Hát, hogy élvezzem, és hogy... Élvezted? Élveztem, igen. Egy pipa, igen. És hogy adjam át, amit szeretnék. És úgy érzed, hogy sikerült? Igen. Akkor megérte a közös munka, én is így gondolom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.
Következő versmondónk Varga Villő Virág, akit a Nemes Nagy Ágnes kollégium nevezett a fehérvári versünnepre. A versmondó a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola tanulója, Csokonai Vitéz Mihály versét hozta a döntőre. Csokonai Vitéz Mihály, a reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vak remény. Ki teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Sima száddal mit kecsegtetsz, miért nevetsz felém? Kétes kedvet miért kecsegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, bíztatom valál. Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Kertem narciszokkal végigültetéd, csörgő patakokkal fáim éltetéd, rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolatim minden reggel, mint a fürge méh, repkedtek a friss meleggel rózsáim felé. Egy híját esmértem örömimnek még, lilla szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak, forrásim, zöld fáim kiszáradtanak, tavaszom, vígságom téli búra vált, régi jó világom méltatlanra száll. Csak lillát hagytad volna, csak magát nekem, most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a búkat elfelejteném, s a gyöngykoszorúkat nem irigyleném. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgy is eltemet. Érzem-e kétségbe, volt erőm elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a rét hímetlen, a mező kisült, a zengő liget kietlen, a nap éredült. Bájoló lágytrillák, tarka képzetek, kedv, remények, lillák, Isten véletek. Köszönjük szépen az előadást, várjuk a tisztelt zsűri értékelését. Most Lilla bánhatja, mi viszont nem bánjuk, hogy Lillát már, mint Vajda Juliannát, mint tudjuk, férhez adta az édesapja, mert így megszületett az utolsó, a Lilla ciklus utolsó verse. És én köszönöm, hogy ezt választottad, hiszen kellően játékos, de ott vannak benne a mélységek is. Köszönöm szépen. Egy picit szólni szoktunk ilyenkor a színjátszás és a versmondás közötti hajszál vékony különbségről, és most itt is úgy gondolom, hogy egy picit meg kell említenünk ezt. Tehát nem azonosak az eszközök, majdnem azonosak, de mégsem azonosak, és nagyon kell erre vigyázni, hogy ne hágjuk át ezt a pici kis különbséget. Egyébként írtad, hogy szeretsz verseket írni magad is. Olyan szívesen meghallgattam volna egy saját verset, mert egy picit megúszósnak éreztem ezt a választást, mert hogy ez azért iskolai tananyag is ez a vers. Nem tudom, hogy mennyire volt nálatok kötelező, vagy mennyire nem, de hát azért ez egy remény és a reménytelenség verse. Szépen elválasztottad a két részt, de talán egy picit inkább a színjátszás felé mentél benne, de ez egy csöbb kis, tehát ez nem bántás miatt mondom, hanem ez egy nagyon pici határvonal, és annyival nehezebb a versmondás, hogy bizony ott nem áll minden eszköz a rendelkezésünkre, mindent az érzelmeinkkel fejezünk ki, és azt nagyon kordában kell tartani. Tehát nagyon kell arra vigyázni, hogy a versmondás az ne menjen át színjátszásba. Csak ennyi jó tanácsom lenne a vershez.
Nekem eszembe jutott az elődöntős szereplésed, ahol azt hiszem adtunk egy olyan tanácsot, hogy próbálj meg nem minden szót külön hangsúlyozni, és az elején itt a versnek éreztem, hogy hopp, egy picit talán, és utána boldogan vagy örömmel tapasztaltam, hogy ahogy ment előre a vers, ezt elhagytad, és már nagyon szép volt a hangsúly, és ezt megfogadtad, ezt a tanácsot. Köszönöm szépen. Ki segített a vers választásban? Kozári Ferenc művész. Ő volt akkor ezek szerint a mentorod. Igen, igen. Milyen útravalót kaptál tőle? Éljen meg a pillanatot, és ne túlesni próbáljak rajta, és szerintem sikerült. Köszönjük szépen, gratulálunk. Köszönöm. Következő versmondónk Bódis Boróka Ajsa, aki a Vasvári Pál gimnáziumból érkezett hozzánk, Kosztolányi Dezső versével készült. Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon. Nem jött az álom. Hívtam pedig. Így és úgy balga szókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is. A fekete... Minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok a szobámban, le, föl, ingben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam. S ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s elforduló szemük kacsítva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így rámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat, nyomba felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra! A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e vagy állat óla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve is szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messzes odaát ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem ekkor, de úgy rémlett, egy szárny suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten,
s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és a távolba roppant fénycsóva lobbant. Egy mennyei kastély kapuja tárult. Körötte láng gyúlt, valami rebbent. Oszolni kezdett a vendégsereg fent. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a báléj. Az előcsarnok fényárban úszott. A házigazda a lépcsőn búcsúzott. Előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása. S mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk, női suttogás. Mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint távol a homályból gyémántosan aláfoly. Egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, s rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a haloványék túlvilági kékét. Vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fehékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolyjal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak, a farsangosan lángoló tej útnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, és a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalban hazamennek fényes körútjain a végtelennek. Vérattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, és csak most tűnik szemedbe ez az estély. Ötven. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok fényes, élő, égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked. Megtöröttem földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem. Azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak valami nagy és ismeretlen úrnak vendége voltam. Kérem szépen a tisztelt zsűrit, hogy értékelje a versmondást. Annyira érdekes volt a te szádból hallani ezt a verset, és hogy a fiatal korod ellenére mégis azt kell mondanom, hogy való volt neked, mert annyira személyessé tetted,
és annyira láttattad azt, amit te látsz ebben a versben, vagy te érzel, amiről neked szól ez a vers, hogy egy icipicit nekem szinte még néha más értelmet is nyert a vers, és ennek az újdonsága, vagy a varázsa, vagy a mássága volt az, ami nekem nagyon tetszett, és nagyon megfogott a te kis, majdhogy nem azúr ruhádban is, nem teljesen, de hogy így az egész egy ilyen kis, nem tudom, egy utazás volt számomra. Köszönöm szépen. Most én nem bajlódom a jelzőszerkezetekkel. Igen, igen, igen. Köszönöm. Ez nagyon nagy versboróka. Ez... azt a részét, amiben a költő a világra rácsodálkozik, azt csodálatosan hoztad. És szavak nincsenek rá, hogy ez, az milyen jól állt neked, és milyen szép. Hát azt a részét meg, hogy az 50 év mögötted van, meg hogy az izmaid, hát azt nem tudod hozni még, hiszen ugye tudjuk, hogy itt Kosztolányi már halálos beteg, és hogy milyen későn jön rá, a rákja van, ugye előre haladott rákja van, és hogy milyen későn jön rá, hogy ez a világ milyen káprázatos és csodálatos, és nem véletlen az sem, hogy az az égbolt mutatja meg neki. Elsősorban ez egy nap története, ugye hajnaltól hajnalig. Szóval az a része, ami már számodra megélhető, átélhető, az egyszerűen gyönyörű volt. A másik részével még majd 50 év múlva egyszer próbálkozz meg, de arról tényleg nem tehetsz. Viszont a sziszegőket javítanám, ha drámapedagógus akarsz lenni, mint olvastam, akkor nagyon sokat leszel közönség előtt, úgyhogy arra a gondot kell majd fordítani, és egyébként pedig csodálatos egy ilyen nagy verssel megküzdeni, ismét csak ezt tudom mondani, és nagyon örülök neki, hogy ezt megtetted. Köszönjük szépen. Závoszki Noémi művésznő egy utazáshoz hasonlította ezt a versmondást. Mennyire segítette ezt az utazást Kelemen István? Sokat segített, főleg azért, mert látszott rajta, hogy ő is ismeri ezt a verset. Rögtön úgy kezdte, hogy ugye ő is mondta már sokszor, a YouTube-on is fent van, ahogy mondja, és látszott, meghallgattad? Hogy... Igen, meghallgattam. De nem, mondta, hogy eszembe ne jusson úgy mondani, ahogy ő mondja. Viszont látszott, hogy elmélyült gondolatai vannak a verssel kapcsolatban, és nem, szóval, hogy... nem együtt kezdtük ezt a munkát, hanem neki vannak, van előismerete ezzel kapcsolatban, ezért minden, szóval minden tanácsát úgy tudtam megfogadni, hogy benne volt az, hogy ő hozzá közel áll ez a vers, és ugyan nem ő ajánlotta, de végül is örülök, hogy ezt sikerült választani. Említetted a tanácsait, mi volt a legfontosabb tanácsa ehhez a vershez? Hogy ne izguljak. Sikerült? Majdnem. Szuper, köszönöm szépen. Én is köszönöm. A versünnep színpadára szólítom a 12. versenyzőt, aki nem más, mint Török Laura. A Vasvári Pál Gimnáziumból érkezett hozzánk, Arany János versét hoztál a mai döntőre. Arany János. Hídavatás. Szólt a fiú. Kettő vagy semmi. És kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszavenni. Ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándorútnak most már remény nélkül magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam. Az új híd. Még rajta zászlók lengenek. Ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet. Nyeré szűz Szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri. Éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri. Len csillagok százezeri. S amint az óra csengve bongva, ki véknyan üt, ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon, ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elép csak a fejnő, ki állik, s körülforog kíváncsian.
Majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan. Ki kezdje? A galambpár. Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídomban már. Egymásé a halál után, s buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a milliósom van a sor. Bátran öregem. Ha megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem. S elsimul a víztükre lenn. Hivatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszalasztám. Én a becsületet pedig viseltem 4 évtizedig. S kört körre hány a barna hulláma, mint letűnnek itt vagy ott. Jön egy fiú. Én most tanulám az elsőt. Pénzem elfogyott. Nem adtak. Ugrom hát nagyot. Egy tisztes ag fehér szakállal lassan a hídra vánszorog. Hordozta ez, míg bírta vállal a létet. Mégis nyomorog. Fogad benyílt örvénytorok. Unalmas arc, félig kifestve. Egy urinő lomhán kikel. Ah, kínos élet! Reggel estve öltözni és vetkezni kell. Ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dult férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont. A többi sugdos, a bolond. Szúrtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem. S ketten repülnek a Dunába. Lábszíre várt a mesterem. No, várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiált egy másik. S élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a készfogásig, s elvette Alfréd a húgom. Eltűnnek mind a jártuton. Párbajban én ezt így fogadtam. Menj hát elő, sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így. S már nem egyenként. Seregben, cikázva, némán ugranak, mint röpkehal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak föl-fölröppenve szállanak. Óriás szemekben hull ez zápor, len táncol óriás buborék, félkörben az öngyilkos tábor zúg fel, s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még. Nézd a fiú, nem látja többé. Elméje bódult, szeme vak. De amint sűrűbbé-sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad. S nincs ellenállása viharnak. Széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra egyetütt, üres a híd, csend mindenütt. Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Ez is egy nagyon nagy vers, és ez is öregkori vers, ugye? Most egymás után jönnek ezek az idős költők. A Margit hidavatásakor készült ez a vers, Arany János, aztán sok időt töltött ott a Margit szigeten, ott született meg az őszikék között ez a vers. Hát egy modernkori haláltánc, ugye a városi ember elmagányosodása, ahol mindenki a habok közé veti magát, mert mindenki egyedül van, mindenki magányos, mindenki rosszul érzi magát, az öreg, a fiatal, a gazdag, a szegény. Ezt a haláltáncot mutatja be Arany János ebben a versében, és nagyon szép módot választottál hozzá, ez a száraz drámaiság, ez nagyon jól állt, mint kifejezésmód, nekem nagyon tetszett, szépen egybe foglaltad, amit kellett, nem játszottad túl, mert itt ilyenkor ez nagyon csábító, hogy minden egyes verszakot külön-külön eljátszunk, ugye, mint a vízbeugró személyek különös sorsa, de ez így szerintem nagyon szépen fel volt építve ez a vers, és boldog vagyok, hogy ilyen nagyon nehéz verssel jelentkeztél, és ezzel birkoztál meg.
szépen. Csak annyit tennék művésznő szavaihoz, hogy nagyon egységes volt a versnek a dinamikája, és nyilván ettől lett egész nagyon szépen megfogalmazva ez a vers. Jó befejezése volt a ma délelőttnek, azt hiszem, hogy ez az utolsó, ugye? Köszönjük szépen, nem árulok el titkot, mi találkoztunk a mentor program során, Molnár Génóra volt a mentorod, akivel nagyon hamar megtaláltátok a közös hangot. Igen, ez így van. Nórával könnyű volt együtt dolgozni, én azt gondolom, nagyon pontosan tudta és érezte azt, hogy mivel tud nekem a legtöbbet segíteni. Én tényleg nem tudtam, hogy mi az, amin változtatnom kellene, vagy másképp kéne gondolnom rá, mert annyit foglalkoztam már előtte ezzel, hogy egyszerűen nem láttam, hogy mi az, ami még más vagy új. De Nóra meg tudta mutatni, azt gondolom nekem, hogy mit láttatna másképp, hogy ő mit gondol másképp, és ebből a kettőből próbáltunk egy-egy gyúrni. Talán sikerült. Milyen tanáccsal látott el téged a mai nappal kapcsolatban? A Nóra azt kérte, hogy ne izguljak ennyire, és hogy ne kritizáljam magamat folyamatosan gyakorlás közben, mert ezzel megbontom a rendet magamban. És egyébként ebben igaza volt, tegnap azzal játszottam, unalmas perceimben, hogy különböző módokon mondtam el ezt a verset, de ilyen nagyon nyakatekerten, kiabálva, suttogva, de végig, úgy, mint egy robot. Mindegy, és nagyon érdekes volt, hogy mennyire furcsa dolgokat hozott ki ez a sokféle dolog, és utána azt gondoltam, hogy jól csinálom. Azt is mondtad, hogy egy valami biztos itt lesz veled a mai nap folyamán, egy plüssmackó. Itt van veled? Itt van, kint van. Reméljük szerencsét hozott. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, 12 döntőst hallhattunk a 13. fehérvári versünnepen. Azt hiszem, hogy szerencsések vagyunk, János, hogy nem mi ülünk a zsűriben, mert nem irigylem őket most. Folytatjuk majd a fehérvári versünnep, a 13. fehérvári versünnep döntőjét az értékelésekkel. Itt vannak velünk a döntő résztvevői, 12-en voltak velünk. Tapsoljuk meg őket, Béres Róza, Borbé Bálint István, Borbé Levente Miklós, Bódis Boróka Ajsa, Farkas Angéla, Galovics Luca, Szabó Gergő, Szűcs Boglárka, Tóth Ádám, Tóth Marietta Júlia, Török Laura, Varga Villő Virág. Köszönjük nekik ezt az emlékezetes délelőttöt, és felkérem Kubik Annát, a zsűri elnökét, hogy mondja el tapasztalatait a mai napról, és értékeljen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm valamennyiüket, és hát legyen az első szó a hálá és a köszöneté, mint mindig. Nagyon nagy köszönettel tartozunk és hálával a városnak, az egyházmegyének, a médiacentrumnak, a szponzoroknak, valamennyiüknek, akik lehetővé tették, hogy a fiatal tehetségekről ismét megemlékezzünk, gondolkodjunk rajtuk a jövőjükről, és hogyan tudnánk őket fejleszteni, és tovább tanulni. Ez óriási dolog szerintem, és követendő más városok számára is, azt hiszem. Ma valamennyi versmondó a lelkét nyitogatta, azt mondhatom, és ez azért fontos dolog, mert szerintem ma ez hiányzik leginkább a világból, hogy kinyissuk egymás felé a lelkünket, a megértés, a tiszteletadás, a versek ezekről szóltak. Bármilyen versválasztás esetén ma ezt hallottam ki leginkább, hogy kinyílik a lelketek, a szívetek, agyatok, értelmetek, és az az ember, aki erre képes, az szerintem nem fog háborúzni, az nem fog fegyvert fogni, mert megérti a másik sérelmét, a másik baját, a másik problémáját a világgal, és talán a világ is visszaad valamit ebből, és ha erre fele mennénk, akkor talán egy békésebb és jobb jövő felé mennénk. Nagyon jó eszköz a művészet arra, hogy Juhász Ferenc mondja, hogy a létderes ágán mi felidézzük a madarakat, a csillagokat, stb. Úgy gondolom, hogy a művészetnek ez felséges célja és értelme kell legyen az egymás megértése felé.
és a versmondás ezen belül egy különös szép helyet foglal el. Nagyon nehéz volt dönteni, ezt is mindig elmondjuk, de engem megnyugtat az, hogy tulajdonképpen mindannyian ugyanazt a díjat nyeritek, az együttlevést, az együttgondolkodást, a tábort, és ebből senki nem fog kimaradni. A díjak ma tényleg csak hajszálnyi különbségek voltak, és pillanatnyi állapotok, néhány alkalommal inkább csak számok és féltizedek döntöttek, tehát ne úgy vegyétek, hogy ez most egy életre szóló helyezés, értékelés, hanem csak egy ilyen tavaszi napindító értékelés, és mi is ennek szántuk, és reméljük, hogy senki nem fog most kétségbe esni, és nem fog reménytelenségbe zuhanni, és a jók pedig nem fogják elbízni magukat, és úgy gondolni, hogy tovább már nem kell fejlődni. Tehát meg kell maradni egy egészséges viszonynak az értékrendszerhez képest, és úgy gondolom, hogy erre ti mindannyian alkalmasak vagytok, és nyáron nagyon jó lesz együtt lenni, és sokat tanulni majd egymástól. És akkor következzenek a helyezések, amiket jó szívvel adunk át, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy mindannyian nyertesek vagytok, és a nézők is valamennyien nyertesek, mert sok mindent kaptak, mert látom a szemekből, hogy mindenki hálás ezért a délelőttért, és mindenki úgy gondolja, hogy egy értékes nap délelőttjén vagyunk túl. Én nagyon szépen köszönöm a munkátokat, a sok energiát, amit belefektettetek a tanulásba. Mindig elmondjuk, hogy ez egy igen értékes műfaj a versmondás, mert nagyon sok munka van benne. Úgyhogy én ezt nagyon szépen köszönöm nektek. Köszönöm. Köszönjük szépen a zsűri elnökének, Kubik Annának a mai összegző gondolatait, és ahogy ő is említette, nem voltak könnyű helyzetben, a zsűri javaslata alapján az Egyház megye külön ajándékokkal is készült. Felkérném Tornyai Gábor atyát, és ismertetném is, hogy a külön díjakat, külön ajándékokat kik kapják. Béres Róza, Galovics Luca és Szabó Gergő, megkérnének titeket, hogy lépjetek előre. Az idei esztendőben is van külön díjunk. Felkérem a Széphő ZRT vezérigazgatóját, hogy adja át a Széphő külön díját. A zsűri döntése alapján, aki kapja, Borbé Levente Miklós. A fehérvári versünnep egyik külön díját hagyományosan a szervező Fehérvár Média Centrum ajánlja fel és ítéli oda a szerkesztőség munkatársai által kiválasztott versenyzőnek. Az idei 13. fehérvári versünneptől kezdve a társasága tavaly elhunyt író, kultúra szervező és meccénás emlék előtt tisztelegve a külön díjat Lukácsi József emlékdíjnak nevezi. Köszöntöm körünkben dr. Lukácsi József özvegyét, dr. Őri Évát, és felkérem Hagymási Andrást, adját a Fehérvár Média Centrum külön díját, a Lukácsi József emlékdíjat. Aki pedig kapja, Bódis Boróka Ajsa. A fehérvári versünnep harmadik helyezettjének a díját Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója adja át. A harmadik helyezett 2023-ban, tehát a fehérvári versünnep harmadik helyezettje Tóth Marietta Júlia.
Felkérem Tornyai Gábor plébánost, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében adját a második helyezett díjait. 2023-ban a 13. fehérvári versünnep második helyezettje Török Laura lett. Felkérem Kubik Annát, a zsűri elnökét, valamint Cserpalkovics András urat, Székesfehérvár polgármesterét, hogy az idei évi fehérvári versünnep győztesének adják át a fődíjat egy e-olvasót a város felajánlásával. Aki pedig kapja, Farkas Angéla. Ahogy az elhangzott már, kedves hölgyeim és uraim, minden döntős részvételt nyerte a székelyföldi Varga Sándor verstábolba. Felkérem Mihályi Magdolnát, hogy adját a meghívó leveleket hagyományosan itt a 13. fehérvári versünnep döntőjén. Minden esztendőben szívvel, lélekkel dolgoznak a zsűri tagok. Felkérem Hagymási András ügyvezető igazgató urat és Cserpalkovics András polgármester urat, hogy adját a zsűri tagoknak a médiacentrum és a város apróságait, ajándékait. Tapsoljuk meg a zsűrit, hiszen nagyon sok tanáccsal, Závodszky Noéminek is köszönjük, valamint Farkas Eszternek is köszönjük. Természetesen felkérem Bobori Zoltán urat és Vakler Lajos urat is, hogy fáradjanak fel. Nekik is köszönjük a munkájukat. Végezetül pedig a Fehérvár Média Centrum ügyvezetőjét, Hagymási Andrást szeretném felkérni arra, hogy zárszóval búcsúzzunk el a 13. fehérvári versünneptől. Köszönöm szépen a szót. Sok szép verset hallottunk ma reggel, nagyon értékes bírálatokat. Megtudtuk azt is Bobori Zoltántól, hogy nagyon jó, amikor verset hallunk, de majdnem ilyen jó, amikor a versek közben a csendet hallgatjuk. Ezek után nehéz szólni itt a végén, hiszen mindenki már egy kicsit elcsendesülne, de szervezőként köszönetet kell mondanom a partnereinknek, akik velünk voltak és segítették azt a munkát, hogy a 13. fehérvári versünnep lebonyolódjék. Ezért engedjék meg, hogy polgármester úrnak, alpolgármester úrnak és Székesfehérvár önkormányzatának mondjak elsőként köszönetet. Aztán Spányi Antal püspök atyának, Stornyai Gábor atyának, akik a Székesfehérvári Egyházmegye részéről minden évben kiemelt támogatói és együttműködő partnerei a Fehérvár Média Centrumnak.
Ugyanígy köszönet illeti a Szent István Hitoktatási és Művelődési Központot és Jakubák Tiborné igazgatóasszonyt, akinek a segítségére mindig minden évben számíthatunk. Köszönöm a Vörösmarty Színház vezetésének és művészeinek, hogy segítették a mentorprogramot, a Szent István Király Múzeumnak, hogy az idei évtől partnerei, a szervező Fehérvár Média Centrumnak, és kiemelten köszönöm a Széphőz ZRT-nek és Szauter Ákos vezérigazgatórnak, hogy kitartóan partnerei a versünnep támogatásában a Fehérvár Média Centrumnak. Nem jöhetett volna létre ez a mai verseny, illetve az elődöntő a kollégáim nélkül, ezért engedjék meg, hogy Látványi Viktóriának mondjak elsőként köszönetet, aki minden évben a műsorvezetők egyikeként Keller Jánossal, akinek időközben el kellett mennie, de állandó partnerként vezetik a fehérvári versünnepnek a műsorát. Ugyanígy köszönet illeti Urbán Enikő és Tropper Zita munkáját. Én kérem is a versenyzőket, hogy tapsoljuk meg őket, hiszen nélkülük... Nélkülök nem jött volna létre a fehérvári versünnep. Szeretettel gratulálok a versenyzőknek. Örülök, hogy ismét ilyen tehetséges fiatalokat ismertünk meg. Bízom benne, hogy akinek még jövőre is lesz lehetősége, ismét itt lesz a körünkben. Köszönöm szépen a közönségnek, hogy itt voltak. Bízom benne, hogy egy értékes délelőttöt töltöttünk együtt. És köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy végigkövették a fehérvári versünnep műsorát. Köszönöm, mindenkinek jó hétvégét kívánok, a versenyzőknek pedig szeretettel gratulálok. Viszontlátásra, köszönjük szépen! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.